Még jön, várja. De ezt nem fogjuk kivágni. Igen? <laughs> ne. Benne <laughs> marad, és ez lesz a headline. Sziasztok, én Farkas Roland Wolfi vagyok, ez ismételten a Wolf Áramlat, remélem mindenki elégedett az előző részek tartalmával, és velünk fogtok tartani most is, mai vendégem pedig nem más, mint Trokán Nóra. Hello. Szerus, színművésznő, nyilvánvalóan <laughs> mindenki ismeri őt. Csapjunk is bele a, a közepébe, ez nyilvánvalóan egy mély interjú szerűség lesz, és rólad fogunk beszélni, de most nem a szokásomhoz híven visszamegyünk az őskorba, és nem arról fogunk beszélgetni, az elején, hogy trokán óra már három évesen elkezdett lovagolni, nyilván arról is fogunk majd beszélgetni, de te hosszú éveken keresztül tagja voltál a Pilvaker csapatának, ugye? Yes. Um, Igen. Érdekel, az érdekel engem ezzel kapcsolatban, hogy furcsa volt-e egyáltalán becsatlakozni egy ilyen helyre, mert nyilvánvalóan azért kicsikét más... Az a közeg, mint amit megszokhattál, és uh, hirtelen egy csomó repper vet téged körül. De ezt hogyan, hogyan élted ezt meg, mondjuk a nulladik ponttól egészen a, ha jól tudom, akkor ez volt az utolsó pillanat, ideig. Um, én egész uh, gyerekkoromtól, meg úgy általános iskola gimén elég fiú csaj voltam. És nagyjából. Szóval, hogy több fiú haverom volt, mint mint csajbarátnőm. Uh -huh. Meg nem barbiztam, meg nem nem vásárolgatni jártam, hanem, hanem inkább inkább dolgokat csináltam. a nővérem is, ilyen volt, anyám is elég vagánynősz, szóval nem tudom, vala, valahogy ez így alakult. És amikor így bekerültem közétek, oda még az Erkelbe volt, 17-ben volt nekem az első, akkor, akkor valahogy rögtön azt éreztem, hogy úgy otthon éreztem magam ebben elkezdett el el a sok marha között, hogy tényleg, tényleg ez egy olyan volt, egy nagy napközi, és, és ne nem éreztem, nem, nem tudom, zavarban magam, vagy nem komfortos helyzetben, hanem, hanem valahogy azt éreztem, hogy egyből át tudtam venni a, a Flót. A flót, igen. Aha. Igen, tehát közben meg az egész egy nagyon nagy újdonság volt abból a szempontból, hogy, hogy egy ilyen, ilyen rendezvényen, vagy egy ilyen gondolati dologba részt venni, ami ami nekem én nagyon szerettem. És a versmondás, ami rám nem volt jellemző, és azóta sem jellemző, ez az egy kivétel, mert nem szeretek igazából Verset mondani, Nem azért, mert nem tudok jól, szerintem Aha. igazán. De mi a tagolása, vagy a és vagy nem tudod annyira jól átadni a, a, úgy a szavakat, ahogy szerinted a költő gondolta, vagy? Nem, én azt szeretem, amikor valaki úgy szaval, hogy, hogy nem tudod, hogy szóval nem, nem is vennéd észre, hogy mondjuk ez vers, Aha. hanem el tudja úgy mondani, mint ahogy most beszélek, de közben meg egy verset mond. És, Ilyenek most... a repperek azért <laughs> <Igen>. javarék. <laughs> igen, igen. az sem vagyok, ugye. Bár majd meglátjuk a végén. Nem, de hogy, hogy, hogy azt szeretem, is, én, én valahogy azt érzem, hogy amikor ki kell állni egy óriási tömeg elé, akkor nem nagyon lehet úgy verset mondani, hogy mint ahogy így mondjuk így ülünk, és, Aha. és úgy közölni azt a, azt a verset, ami mondjuk egy, nem tudom, akár a Petőfinek ez a vers, amit most mondtunk, hanem azt úgy szavalni kell, tudod, hogy beleállsz, és úgy szaval, és annak is van egy ereje, csak ez a pilvakeren kívül, mert ott tényleg valahogy az egészszel együtt, ez szervül, de az, hogy egy kiálljak egy, egy, egy megemlékezésen, és elmondjam, hogy nemzeti dal vagy. Szóval, hogy eleve az, hogy rettegés. Szóval, uh -huh. hogy ilyen rettegést semmilyen színházi élmény nem nyújt. De érdekes, színházi... mert hogy azért rengeteg színházi darabba voltál, uh, rengeteg embert személyisítettél meg, és azért ott is gondolom azért javarészt a, a szkripthez és a, a szövegkönyvhöz azért így, uh, Persze, azért úgy kell tartani az magadat. Az Fia, rengeteg szöveg van a fejemben, és volt olyan évad, kecskeméten, a hat előadásnak a szövege volt a fejemben, ami. Na ezt hogy tudod? Mindes, én engedlek. az a baj, hogy, hogy én, én a saját szövegeimet néha nem tudom megjegyezni, pedig javarészt 16 sorokról beszélünk. Hogy, hogy tudsz színészként ennyi mindent fejben tartani? Vagy a megtanulásnak van valami különleges metódja? Az a nehezebb része, amíg az ember fejébe megy, mert utána utána ahogy az előadáson játszod, egyszerűen a mozdulatokhoz, a jelenethez annyira oda szervülnek a, a, mondatok, hogy jó, akkor is megtörténik, hogy az ember elfeledi, azért van a sugó, de ez azért ritka, de, de ott, ott szervül, és ott, ott, ott megvan. Az elején nehéz, tényleg, pláne, hogyha mondjuk olyan szöveg, ami kicsit nehezebb, nekem az a tapasztalatom például, hogy a klasszikus szöveg, tehát például Shakespeare, sokkal könnyebben tanulok, uh -huh. mint, mint mondjuk egy kortárs szöveget, egy picit ilyen szétfolyósabb, vagy nem nincsen ritmusa, Ugye Shakespeare, az, annak, annak elég, elég kötött a, a, a szövete is, egy ritmus, egy Meg régies is, ezért régi es, valószínűleg jobban meg... emlékszel a szavak egymás után. S... Igen, meg a vagy... rím, meg szóval valamiért azt úgy nagyon jók a fordítások is, meg az öreg jól megírta, vagy hát nem öreg, hanem fiatal volt, amikor megírta. <laughs> most már de Most már öreg. nagyon öreg. <laughs> de hogy ezeket úgy könnyebben. De fia, nincs ilyen metodom, szóval le kell ülni a seggetre is. És kell tanulni, mint az iskolában, az régen is nehezen ment nekem, tehát soha nem voltam egy nagy tanulógép, de de nyilván a próba a folyamat alatt, tehát nyilván nem kell rögtön teljes szövegtudással oda menni, és akkor jelenetenként próbálod, visszamész, fejedbe megy, más a műfaj a tiéd, ahol be kell seggelni azt a 15 mondatot, mert oké, okay, hogy sokat ti is sokat próbáltok, de az egy az egy szöveg, azt nem kötöd, nem kötöd jelenethez, nem kötöd cselekvéshez, hanem azt. Az, az, és ezért nehéz a vers, mert az ugyanilyen, hogy milyen pódium művészet, hogy kiállsz, és el kell mondani. És egy A betűt nem téveszthetsz, mert hát igen, Király Lindát is láthattuk, hallhattuk énekelni, szegényke igen, és Szerintem olyan. azóta egész életében ezt fogja majd ez visszakapni. Szörny szörnyű, szerintem. Ö, szörnyű, fú. Én, én azóta is, én, én nagyon sajnáltam akkor is, és nagyon, ez borzasztó, mert ez, na mindegy, szóval ez bárkivel megtörténik, és ezért, nem azért, mert csórikem, az megtörtént, nem tudom már, húsz éve, vagy nem, U, nem, <laughs> nem, tudom, nem tudom. Nem akarok de hogy, de hogy ezért van, az, szóval én nekem, tehát, hogy nincs az, a, nincs az a pénz, hogy a himnuszt. Akár, tehát, hogy elmondani, elénekelni akkor a akkora nemzeti dalt. Ezeket én nem tudom, ne, nem, tudom ne, nem tudnám bevállalni. Egyszerűen olyan para, olyan súly, hogy én csodálom ezeket az embereket. Mondjuk a Kautsky, Armand, aki ugye. Hát a ka, az Armanda az egy. És érzed ő, hát ki ezt elmondja. És közben nyilván ő is harra izgulja magát, de, de megy és megcsinálja. Hogy, hogy azt hogy? Én mondtam, hogy no way. Meg ő azért egy olyan forma, nem? Amilyen a habitusa, a hangja, az egész az egy olyan... Igen. Ő a, a vodafontól kezdve, nem is tudom, mindenhol... Hát mindenhol, helyt, az helyt, helyt, helytudán... a hely Igen, 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 igen. igen. Uh, térjünk vissza kicsit még a Pilvakerhez, hogy ha... Vissza tudsz emlékezni számodra, mit adott a, a pilvaker? Szerinted mitől tudott ennyire országos, jelentőségű lenni, azt leszámítva, hogy nyilván úgy lettek összeválogatva az éppen futó zenekaroknak a, az emberei, de de szerinted mi, mi az, amitől erős tudott lenni egy pilvaker? Hát a, a tőletek szerintem, a, stra, a srácoktól, akik, akik a személyiségükkel, meg a szövegeikkel át úgy, át tudták itatni azokat a régi szövegeket, és az ezáltal lehet ott jutni a fiatal generációhoz. De nem nehéz egy gimnazistát mondjuk nagy százalékban, nagyobb százalékban megfogni egy, vagy egy általános iskolást egy petőfi Mert akkor még az ember nem nincs hozzá megérve. Én is sokkal később hiába tanultuk, irodalmi bálítottságú voltam, ugye színészszülőkkel a stb. De akkor sem értettem, hogy, mi fáj annyira József Attilának, <laughs> annyi, nem, nem értette, mert, mert nem valószínű, hogy, hogy van, vannak olyan öreglelkű ö, fiatalok, akik, akik már azt a fájdalmat át tudják, át tudják érezni, és ismertem ilyet, ismerek ilyet. De szerintem a nagy százaléka nem ilyen a fiatalságnak, és valahogy valószínűleg később ér meg az ember rá, vagy én biztos így van, ezt így gondolom. De ezáltal, hogy egy picit föl lett, nem az, hogy könnyítve, mert igazából ugyanolyan, ugyanolyan öm, műfajnak gondolom. Mert a tényleg is versírás csak van egy jó. Szóval jó ritmikus verseny. Igen, Amit <laughs> Igen, fél. igen, ugy, ugyanúgy. És, és azért az lesz, szerintem azért marom jó, mert. mert hogy egy verset is tényleg ugyanúgy lehet repelni, mint hogy egy repszöveget, és úgy nagyon-nagyon talál, jól találkozik a kettő műfaj, is. Vagy, vagy, ez is hozzátartozik, hogy, hogy nagyon jól áll egymásnak ez a két műfaj. Biztos, hogy a fiatal energia, a fiatal srácok, a, 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 a jelenléte, és valahogy ezáltal tök jó helyet kapott egy-egy vers, és azáltal például ilyet, ilyet még sose tapasztaltam, hogy sikitozó taps egy vers után. Illetve a vers Tehát, közben hogy... meg kurva nagy csönd. És Séri közben csönd. meg ott meg, tényleg most is, most is ebben az évben azt tapasztaltam, hogy hogy hiába vannak ott ugye a küzdőtéren a sörös pohárral, meg, meg ugye bennük van az előző számból a steng, de, de az van, hogy van egy nagyon jó alap, Kis, kis alapzene alatta, és egyszer csak tényleg ilyen síri csönd lesz, 13 ezer ember így mm, csöndben van, és figyel, és olyan, olyan jó érzés az átadni ilyenkor ezeket a gondolatokat. Ez önmagában, ha az ember kiáll egy, mondom, én tudom, milyen megemlékezésen, nem biztos, hogy Nyilván, így tud ütni. Egy szoboravatásnál. Nem érted? a ilyen, és akkor jó, igen. megjön a vers, és akkor <há> mindjárt véget. Szóval, hogy valahogy koncentrálja a mondani valót. Az igen, az. és hogy a pilvakernél nem volt az az, az érzet az embernek, mint a, az iskolákban, az ünnepségeken, az az ilyen kínos állsz, és már unod, és nem mondanak semmit, és legszösebben elájulnál, vagy elmennél. De miért lett vége szerinted a pilvakernek? Mert azért jó pár éven én. keresztül tudott menni, de valahogy mintha a Luffy kicsit leeresztett volna. Vagy te, ez hogy éled meg személyesen? Hát most nem, én most nem gondoltam, hogy ahogy ott álltunk a végén, hogy leeresztett volna a Luffy, mert óriási robbant meg, óriási volt mind a kettő előadás, de mégis valahogy azt éreztem, illetve én azt gondolom, hogy minden, minden, dolognak egyszer vége van, tehát ez egy alapvetés, és, és szerintem meg kell éreznie azt, és szerintem jól érezték meg a, az Ákosék azt, hogy a csúcson kell abba igen. hagyni? Igen, szóval szerintem, a, szerintem, van Amíg egy, még menő, akkor Igen, kell hogy az van, hogy, hogy egy szép vég, és ott van fönn, és tíz éves, és évforduló, és, és, gyönyörű volt, és, és mit tudom én, és, és akkor vége. És az van, hogy akkor az embernek van egy olyan érzése, hogy hogy ez ez kurva jó, és hogy így elbúcsúzol tőle. Uhum. És szerintem szerintem ez nagyon fontos lenne egy csomó csomó dologban. Akár mondjuk sorozatoknál, vagy, hogy van egy évad, és akkor az tényleg olyan, hogy uh, és akkor látják, hogy baromi jól, de jó a nézettség, gyorsan csináljunk még egyet. És akkor ez van, hogy, mm, 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 nem mindegyiknél nyilván van egy csomó sorozat a minél. Minél ez tud nagyon nagyon magas szinten maradni. Csak hogy hogyan szerintem megérezték ezt, talán Juh. ez az én belső érzésem. Aztán, hogy mi a valódi ok, az, az csak ők tudják. Vagy. De szerintem valami ilyesmi, hogy ez most most egy olyan szinten volt, és egy olyan <laughs> korban, hogy ennek így most ment a saját oh, korában. Er. Ez ah. a tíz, ez a kerek, ez a. Majd biztos ki fognak az ákosék valamit találni. Nem tudom, de úgy, úgy tényleg olyan. Nem tudom, én azt éreztem, hogy ez, ez egy nagyon szép pont az íre, hogy itt itt van vége. Ha már uh, rapperekről és repről beszélünk, uh, te is hoztál magaddal jó pár dalt, és szerintem most ezekről egy jó. csokorba kicsit uh, beszélgessünk, hogy miért pont Fuji's, miért pont Eminem, Alicia Keys, Jay-Z, uh, ezek a dalok számodra valaha igazából fontosak voltak, vagy csak kötheted uh, valamilyen életszakaszodhoz, és uh, bulikáztál, nem tudom, a fröccs teraszon, vagy, uh, vagy van ennek valami mélyebb? Uh... Én nagy uh, rapper, meg árebbi fan voltam a gimibe, tényleg. Mm. És egyébként a mai napig nagyon nagyon szeretem uh, hallgatni, de főleg a, a, a 90-es, 2000, mm. inkább 2000-es évek, uh, dalait, szóval ezt a mai akartam is Igen, erre mondják azt, hogy old school és furcsa, mert hogyha ezt hallom, akkor az teszem, hogy öregszünk basszus. Igen, ez 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 az oka, hogy például most megnyitom a Spotify-t, és akkor beírom, hogy dobjon egy egy hip-hop, vagy egy, egy vagy egy rep válogatás, mondjuk mai, egyet sem ismerek. Hallottam a számon, de mm. nincs, sincs, hogy ki az. Viszont a régieket abszolút. Tehát, uh, mondom, meg az nem nem az egy nagy, nagy szerelmem volt az egész, de amit csinál. Tehát én nagyon szerettem, szerintem egy nagy király. De például te annyira jól beszélsz angolul is, hogy érted a szövegeket, lefordítod, vagy csak a vibe kap el téged. Milyen típusú zenefelhasználó vagy? Értem a szövegeket, de van, van egy nagyon vicces élmény, az lehet, hogy neked is megvan, hogy ugye gyerekkorodból, vagy fiatalkorodból. fiatal, korodból. fiatal korod. Ja, 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 rossz <laughs> Tehát tavaly igen, előtt, tehát igen. igen. <laughs> hogy, hogy hallgattál számokat, és össze-vissza rá, és Te akkor egyszer csak hirtelen, hirtelen, az van, hogy megértetted, hogy ja, basszus, az az a szám, akkor megértetted. De az Eminemnél csináltam azt, hogy letöltött, letöltöttem le a cd van, volt, hogy benne volna a szövege, és akkor azokat én így leírogattam, és akkor lefordítottam wow. szótárral, meg mit tudom én, meg, és akkor volt, hogy azokat is úgy megtanultam, és akkor az együtt repeltem, a nyomtam, hogy otthon repeltem vele. Sőt, volt egy, volt egy olyan, hogy volt egy barátom, akinek volt fel, felvevő gépe, Aha. Felvelvő, de kazettás, tudott, uh -huh. hogy éppen mikrofonnal. Kb. Kb. valami ilyesmi. Hát valami hasonló, egy, egy kicsit újabb talán. <gül> <gül> és átmentünk délután, és akkor fel, rá, rányomtuk a, az eredetire. Wow. Rávettük. És van, van, hát vannak nem, ezekből felvételek? Ez, én ezt megfondolok. Ő már Bécsben él, de nem tudom, hogy ez valaha, hogy hol lehet, Az ez előkerülne. Úristen, mondjuk biztos nem mutatnám meg senki De akkor emlékszem, hogy a Cleanina my closet című számot rongyosra, és akkor annak is egyébként tudom a Tudnál idézni belőle? Mondjuk három sort tudnál mondani belőle? Persze. Na, csak így. Mint hogyha verset szavalnál. Oh, Trokánóra Eminemet fog verselni. Várja. Csak hol kezdjem? Azzal, hogy most, most nem ugriva, hogy hogy kezdődik a... A verze. A, a legeleje. A Az mindegy, szerintem, hogyha becsatlakozol a negyedik mondatot. Csak azért, azért lenne jó a legeleje, mert akkor vissza, akkor tudnám azt a három mondatot. Mert Most nézzük meg, meg gyorsan. Ö... Igen. Na. Várjál. Csak nyugodtan. Igen. Idő, mint a tenger. Megvan? Igen. Na, De négy négy lehet, hogy sort. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Wicked signs for my wicked rhymes. Look at the times. Hogy van. Sick as the mind of the mother that's behind. Igen, é, ez zavarva vagy, ezt látom az Persze, arcodon, hogy zavarva vagy. Van, vagy? Hát, na, igen, ez hát, Ez raom. nagyon jó. Na, Ezzel igen, most ha. megleptél. Jó, nyargaljunk át mondjuk a Fugies-ra. A Fugees-t azt nem, nem hallgattam szarra, bocsánat, de, de a, a Red Journal című számát, azt, azt, azt imádom. Egyébként a, a Lorin nagyon szerettem. A filmót tehát imádtam az Apáca show volt, Aha. ugye, pici lány. Igen, igen. És abban énekelt egy óriás itt a, ott a végén, és azt a számot, azt, azt is rongyással hallgattam, ez a Joyful című szám, és, és akkor utána a, vagy előtte nem tudom, hogy hol szerettem meg őt előbb, de nagyon szerettem. Valószínűleg az, ő... az apácsa az előbb volt. Az előbb volt persze mint, a, most mint a FUGIS, volt, mert persze. akkor még nagyon-nagyon kis fiatalok. Csak nem tudom, ah. hogy azt az mikor jutott el ide hozzánk. Hú, meg nem tudom mondani, éve. de biztos van mikor de lényeg, hogy nagyon szerettem az ő hangját is, és szeretem az ő azt a számot is, nagyon. Úgyhogy, úgyhogy az, az nem annyira volt egy központi dolog, a Fugis, de 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 ez a szám az, az igen, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem. És ilyen énekes, énekes, kategóriában, meg, a, meg ebben, a, ebben a műfajban az, az, el is, a kis, akit uh -huh. nagyon sokat hallgattam. Tehát ez imádom. <laughs> nagyon, nagyon valahogy lelkitársnak gondolod? Vagy van benne az a kis, az a, az a, a, szó finomabb értelmével vett női szenvedés, nem is, vagy a hangja olyan, olyan nagyon lélekhez ha, szóló. Nagyon, nagyon, igen, igen. Meg, meg... Nem tudom, ő is olyan vagány csaj volt mindig, és olyan, és úgy, nem, nem ez a kis finomkodó, hanem egy ilyen nagyon nagyon vagesz, vagesz, csaj, és úgy lehet, hogy, lehet, hogy annak idején ezt így láttam, hogy, hogy olyan példaértékű, példa de, de a nagyon-nagyon szerettem, a Fallint, meg a Aha. A é, pont meg. ezt akartam kérdezni, hogy például a Fallint el tudnád énekelni, mert hogy ugye énekelsz is? Tehát 2011-ben megnéztem a Wikipédiát, hogy azért ne annyira felkészületlenül jöjjek, ja, de lehet, hogy a hülyeségek sajt. vannak írva. 2011-ben a nagy duettet te <laughs> megnyerted karamellel. Bizony. És akkor akkor a Joyful című számot énekeltük a, a oh, igen. döntőben, és az azért azon nyertünk, vagy nem tudom, de hogy az ah. nekem egy olyan olyan élmény volt, hogy amikor tini koromban néztem ezt a filmet, és otthon próbálgattam a szobába, hogy hogy hajlítgat a, a Lorin Hill, és akkor egyszer csak ott vagyok, nem tudom hány évvel később, és azt mondják, hogy akkor válaszunk dalt, hát és mondtam, hogy én azt imádom, nagyon szeretném, és akkor lehet, úristen, és akkor el lehet énekelni élőben. Egy, úristen, ennyi embernek. És hát nyilván nem az baromi nehéz az a szám. Szóval egy, egy... De gondolom a karamellnek se esett úgy nehezére, mert azért azt mondta, hogy ú, de jó, tök jó, hogy ezt választod. Nem? Igen, azért ezt is bele... És a, a kulisszák mögött hogy kell elképzelni egy ilyen fajta sóra való készülést? nagyon sokszor összeültetek, vagy, ez, vagy ez, ez egy milyen hosszú folyamat volt? Úgy volt, hogy egy hét állt rendelkezésre, ugye hétről hétre voltak a, a, az előadások, és akkor egy hét állt rendelkezésre, hogy megtanult a számot, ha volt koreográfia, akkor és úgy volt általában azt hiszem, hogy kedd-szerda volt énekóra, és akkor egy énekóránk volt közösen, Mind a két nap. Az, de az, hiszen... mi az, az nem egy óra, hanem csak ének órának hívod, de itt több óráról beszélünk, hát, nem? Próbáltunk, de most nem tudom, hogy hány óra, de nagyon kevés idő állt rendelkezésre ahhoz képest, hogy tényleg mondjuk milyen nehézségű számokat választottunk mi. Mert én úgy voltam vele, hogy nagyon sokat gondolkodtam ezen a műsoron, hogy elvállaljam, mert egyáltalán nem Aha. vagyok -e ez a vonal, de, de közben azt gondoltam, hogy ha lehet egy egy olyan énekest, egy olyan kvalitású zenésztől tanulni, meg velette dolgozni, mint a, mint a karamár, akkor az, akkor az egy biztosíték számomra, hogy nem lesz gagyi, amit csinálunk. Mert tudom, hogy ő sem megy bele semmi olyanba, amiben nem érzi úgy, hogy, bele, hogy, belemegy. És, és akkor ez úgy volt, hogy tényleg nagyon rövid idő volt rá. És olyan dalok, tényleg, ami volt, volt benne Jackson, volt, volt benne Mary J. szóval, hogy ezek, Vá, ezek csupa azért... Fekek. Nem emlékszem sajnos, tehát Igen. nagyon szívesen mondanám, hogy persze ott ültem a tévé előtt, és szurkoltam neked, de hát 2011 évvel Igen. ezelőtt Igen. volt, hát Igen. akkor én Igen. szerintem be se kapcsoltam a tévét Igen. akkoriban. Igen. És um, utána volt egy, mit tudom én, kamerapróba, meg egy nap táncpróba, és aztán csá! Aztán és lehet az, az éneklést az így úgy kb. le is dobtad magadról, vagy akkor akkor nem kerestek meg, vagy nem volt benned valami olyan, hogy lehet, hogy csinálok egy lemezt, vagy csinálok pár dalt? Én, én éneklést azt folytattam, és azóta is nagyon jelen van az életemben, akár színházi előadás szempontjából is soson egy előadásunk, a, a Movie Love, uh -huh. a Clem Viktor osztálytása volt az egyetemen, és mi ezt csináltuk ketten, és abba például um, éneklem a selót, ami egy ennyi, tehát, hogy nem lehet elénekelni igazából Aján. úgy, ahogy a Lady Gaga, úgy egy picit át van, át van hang, hangszerelve a, az én képességére, De, és a Swingala a Django zenekar, akik uh -huh. zseniálisak. Tehát tényleg óriási, tehát már még színpadon megállnak el őket a világon. Ők játszanak alánk. És szóval van ez, ez az életemben jelen van utána, amikor a duetnek vége volt, akkor, akkor például elmentem a karamelnek vendégként a nagy volt egy nagy koncertje utána. Báó. És akkor meghívott... Hogy, hogy adjátok akkor elő? Ég... Mm -hmm, és akkor két dalt előadtunk. A, ott a, az egyiket saját dala volt, a másik meg a, az a George Michaelnek, meg a Mary J. Blacknek. Aha. Az az ez ez. Az a címe. Igen, igen. És igen. Az, azt előadtuk ott, és az volt szerintem az első olyan, mert az ember egy tévéstúdióban nem fogja föl, azt, hogy hányan látják azt, amit csinál, mert ott, én jobb esetben ott van, nem tudom, 200 ember a nézőtéren, de hogy mondjuk nézi, nem tudom, egy millió ember, azt nem fogod föl, de amikor, amikor ez a koncert volt, és tényleg a szimába volt, azt hiszem, hogy 9000 ember volt. Uh -huh. És így az az nekem így az első olyan élményem volt, hogy egyszer ennyi embert látja, látok, és Egyszerre engem néz, és énekelni kell, és ráadásul egy ilyen nehéz számot, de ami nagyon-nagyon jó élmény volt. Mondjuk a szíma csarnok az pont olyan, hogy nagyon szor az akusztikája. Az összes ilyen hm. nagy csarnoknak rossz az akusztikája. Tehát Igen. akármennyire vagy lámpalázas, hogyha hibázol, Akkor is rossz azt sem veszik észre, mert szar ja? lesz mindenképpen. Úgyhogy nekem ez a furcsa nagyon, hogy uh, rengeteg nagy aréna van, meg minden, és még egyszer az életben nem hallottam egy olyan koncertet, Aha. ami tényleg jól szólt volna. Hm. Egyszerűen a kialakítása miatt így csomó víz hangzik, ki. és nem arra Igen. találták ki. Igen. Ha már ennyit énekeltél, és azért a zene az, az folyamatosan téged végigkísér az utadon, nem fordult meg a fejedbe az, hogy esetleg saját dalokat szerezél? Amúgy de. <gül> 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 Csak. Uh... Nem tudom, hogy nem tudom, hogy tudok-e tudok -e dalt írni, ez meg, az még nem derült ki, szerintem nem amúgy, mert hogyha tudnék, akkor ez már kiderült volna 35 év alatt, hogy az emberből gondolom, hogy ha van ilyen affinitása, akkor az úgy kijön. De énekelni meg nagyon szeretek. Szóval valószínűleg egy olyan felállásba lehetne ez, hogy valakivel együtt uh -huh. ö, dolgozni. És Egyébként akarom karamellel nagyon sok ö, olyan, nem volt nagyon sok olyan, de mondjuk sok alkalommal, ha találkoztunk, akkor, akkor ez úgy mindig szóba jött, hogy amúgy tök lenne, ha, ha, ezek történne. Vagy mi, mi lenne, hogyha én ír, írna nekem egy dalt, és akkor, de aztán mindig elsodol egy kicsit az élet, és aztán, aztán eltelik, nem tudom, három év, és akkor megint találkozunk valahol, és akkor, de nem mondom, hogy, hogy soha, de... Ez még várat magára. De most még előtte. érik, igen. Én valahogy úgy, Élem az életemet, és egy csomószor úgy, mm, úgy jönnek a dolgok, hogy hogy nincs erőltetve, hanem mindig akkor történik, amikor amikor azt érzem, hogy, right hogy place, ez most. Right time. Igen, Aha. igen, mert egyrészt nagyon sok minden érdekel, és azt se lehet, hogy az ember mindent egyszerre csinál, mert akkor szerintem igazán nem lehet. De mm, ne, igen, akkor nem lehet belefektetni annyi energiát, így is egy picit ezzel így kizdök, hogy Többet mondasz igent, mint nemet, vagy fordítva? Nos már nem. Most már megtanultam nemet mondani, mert egyébként baromi nehéz dolog előadóként. Bizony, főleg az elején, amikor Igen. elindul a dolog, és az embert hívják ide, oda, amoda, ú, pénz, jó fotók, csillogás, Igen. nem tudom. És aztán azt gondolod, hogy ha egyszer azt mondod, hogy, hogy nem, akkor soha akkor nem lesz. Ja, ja, ja. És amikor megtörténik az, hogy egyszer mondasz nemet, és aztán milyen vicces, hogy kétszer annyian, <laughs> hirtelen kétszer annyian jönnek, valamilyen oknál fogva, nem, de ez nyilván nem feltétlenül összefüggésbe, de ha mondjuk meg, megtapasztalod azt, hogy nincs vége a világnak, hogyha tényleg egyszer azt mondod, hogy nem, és és én most már megtanultam azt, hogy tényleg arra mondok igent, amit nagyon, amit úgy érzek, hogy való nekem, hogy szeretném, és tényleg tiszta szívet csinálni akarom ez, ehhez kellett azért egy pár év, meg... Van olyan színdarab, vagy film, amit most, mostani fejjel visszautasítanál, és azt mondtad volna, hogy á, közi szépen, inkább azt nem? Mm. Vagy nem mered mondani, mert félsz, hogy megsértesz. Nem, nem, nem. Olyan nem volt, ami, amit úgy megbántam, hogy, hogy ez szörnyű volt, és ez még egyszer nem, hanem inkább a, volt egy időszak az életem, életemnek, amikor nagyon sok mindent csináltam egyszerre, uh -huh. úgy arom is sok, amit mondtam neked, hogy én 5-6 előadást játszottam egy, egy, évadban, és akkor éreztem azt, hogy ezt hosszú távon nem lehet csinálni, tehát ebbe az ember nagyon hamar kifog égni, és akkor úgy döntöttem, mert tök fiatal voltam akkor egyébként. Most szóval is, is nagyon fiatal. Tudom vagy csak, hogy... Tizen, mennyi? <laughs> <laughs> Majd nem. Hogy azért 20 évesen az, az egy az egy tök jó döntés volt, hogy, hogy egy picit, picit stop, mert uh -huh. nem akarom megutálni a szakmámat, meg a, meg a szenvedélyemet. Tehát, hogy én szeretném azt, hogy mindig újat adjon. És azt nem lehet úgy, hogy az egyik munkából esel bele a másikba, mert hosszú távon az kinyír. Legalábbis ez a tapasztalat. És neked inkább a film, vagy a színház? Ez gondolom színészeknél sűrűn visszatérő kérdés. Nekem most a film, és ö, ez nem tudom, mitől van. Mármint, hogy azt szereted jobban. Az, azt, a... Most az vonz jobban. Aha. És egy pici tudatosan is alakítottam most úgy az életemet, hogy, hogy kevesebb a színház. Tehát most csak két futó előadásom van. Tudni, hogy az ember rengeteget játszik színházban, akkor ugye nehéz egyeztetni egy forgatást. Tehát, hogy ez, ez, vagy az van, hogy kinyírod magad szintén, hogy így elmész, nem tudom, hajnalban elmész forgatni, és aztán este még elmész előadást Játszani, és aztán megint hajnalban mész forgatni, az is hosszú távon gyilkos. De most egy picit ebbe az irányba mentem el egy pár éve, és... Mert most már nemzetközi vizeken is azért hajózgatsz, nem? Igen, ez tavaly nyár, nyár óta alakult így. Nagyon szeretem az angol nyelvet valamiért megmagyarázhatatlan módon, pedig családilag semmi közöm hozzá, bár az unokatesoim Angliában élnek, úgyhogy annyi talán van. De valamiért nagyon erősen kötődöm. Egyébként ez is a zenével kapcsolatban hozható, kapcsolatban hozható, mert amikor gimis volt, amikor MTV, gondolom emlékszel, amikor még nem volt leszinkronizálva, meg feliratozva se volt a, a zenei tévé. És én hazamentem a gimiből, bekapcsoltam a, az MTV-t, és estig az ment. Volt, hogy tanultam is valamennyit velette, de folyamatosan néztem, és a számokat hallgattam, a, ilyen olyan műsort, azt sem tudtam az elején, hogy mondjuk miről beszélnek, mert mondjuk olyan szlengel beszéltek a, nem tudom, Pimp My Ride című műsorban. Érted, hogy... Igen, igen. És aztán annyit néztem, és annyit hallgattam, hogy, hogy hogy azáltal én azt gondolom, hogy az az angol tudás, ami Vel mondjuk rendelkezem most, az esküszöm annak az az alapja. Mm, és nem, nem is a... értek én más nyelvterületen? Vagy... Nem. nem, Nem egyszer voltam egy hónapot sulival Londonban, Aha, de, de hát hát ennyi volt, felé. semmi. Nem, nem ez, ez valahogy belém belém vódott azáltal, hogy egyrészt, hogy nagyon szerettem, meg nagyon érdekel. Na, és ez volt az a gondolat, amikor amikor az első olyan nagyobb szerepem volt a egy nemzetközi produkcióban, és ez a a vaják. a vaják. igen. Aha. Ahol egyébként nem angolul kellett beszélni, hanem tünde nyelven, tök jó. <gül> <gül> De az volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy én szeretnék másik területen, szeretnék akár, tök mindegy, nem, ez nem úgy kell képzelni bennem, hogy úgy van, hogy Hollywood, és akkor én most megyek a vörösszönyegre, hanem hogy szeretném más nemzetek, vagy, vagy más országba <laughs> kipróbálni azt, hogy, vagy nemzetközi produkcióba kipróbálni, hogy, hogy ez, ez hogy megy, vagy más nyelven tényleg, úgy angolul szeretek angolul is játszani, meg az egy új kihívás, hogy az működik-e, vagy megy el, vagy milyen az, hogy az ember nem az anyanyelvén játszik. És akkor, ha máté már fölhívtam, hogy nagyon jóba vagyunk, és uh, neki van külföldi uh, reprezentációja, és akkor uh -huh. kérdeztem, hogy ez hogy működik, vagy mi ez, és akkor ő adott, adott uh, tippeket, és igazából neki köszönhetem, hogy az egyik ügynökségem, akiknek írtam. Egyébként ő is náluk van, ők dánok, uh -huh. és de nagyon jó ügynökség, és hogy nemzetközi területen dolgoznak, és akkor írtam nekik. És egyébként a Vicser volt az ütőkártyám, tudom, uh -huh. hanem ők azt mondták, hogy na, az egy jó indul kiindulási alap, úgyhogy akkor kezdjünk el együtt dolgozni. És, és hát megtapasztaltam, hogy milyen az, hogy, hogy az ember kilép ebből a pici homokozóból, ami itthon van hogy a mi, mennyivel nagyobb a verseny, és mennyivel több ember van egy dologra. És ez nagyon érdekes megtapasztalni, úgyhogy az ember mondjuk elér valamit ö, a saját országában, ma azt gondolja, hogy... Hát! De pe, de Most nem világ. gondoltam ezt, hogy de, de hogy, gond, de hogy gondoltam, hogy jó, hát de hogy nem, ott nulláról. És ez egy egyrészt egy egy, egy tök jó dolog, másrészt meg nagyon inspiráló. Szóval, hogy az ember valami tök új, tök újba a belekezdés egy tök új területen. Meg mondjuk azért a, az elmúlt pár évben a Netflixnek a térhódítása az azért gondolom én, hogy elősegíti a nemzetközi színészek, producerek, rendezők és a filmszokmában dolgozóknak az érvényesülését. Nem? Mert most már Hollywood az most már kezd kicsit lecsengeni, vagy legalábbis az én nézetemben, nem tudom, az elmúlt 15 évben nem tudok mondani egy olyan hollywoodi filmet, ami ne lett volna remake vagy plágium, vagy valami olyan, ami Valahogy azt vettem észre, hogy Hollywoodban a forgatókönyvírás, mintha meghalt volna, vagy nem tudom, nem tudnak jó sztorikkal jönni. De most például a spanyolok, meg a, a koreaiak, azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mennek. nagyon nagyot ö, vál, dobott ez. Szóval a térhódítás a Netflixnek, aztán az tényleg, meg az egész ezeknek a streaming szolgáltatóknak. Ez, ö, ez abszolút átvette a a hatalmat, ami szerintem nyilván egy csomó embernek szívfájdalom, akik a régi nagy nagy mogulok, <laughs> ők sokszor szoktam ilyen podcasteket hallgatni, ilyen filmes témában, és nagyon sokat mondják ez nagy öregek, hogy hát, ugye? <laughs> hogy a nagy film, és hogy ez már nem az, és ez már nem Hollywood, meg de közben meg annyira tehát a, 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 a a streaming szolgáltatókon látható sorozatok annyira magas színvonalúak, és nem az van, hogy szerintem nem az van, hogy most az művészileg Annyival lejjebb lenne, és akkor, és akkor az már nem olyan, hanem, hanem nagyon erős sorozatok vannak. Igen, Te bár mondjuk egyik? ezt is lehet cáfolni, mert ahogy elindul, és gazdaságilag nem, hogy megtérülő, hanem egy baromint nagyot robban, akkor elkezdenek gyártani egyre többet, és ugye jön egyre több streaming szolgáltató, mert most már van az Amazon Prime, van az Apple, Igen. van a, a fú, mik még a Netflix meg ugye HBO, HBO Max, stb. stb. Ez és... igaz, hogy sok, túl sok. Igen, hát, és az az érzetem nekem is, hogy így nézegettem, nézegettem, és, és már azt sem tudom kiválasztani, hogy melyik filmet akarom, mert mint az internet is ilyen túlságosan sok, sok van is egy ilyen mém, hogy azért tö több, órát töltesz azzal, hogy, hogy válogatsz, válogatsz, mint, mint a nézéshez. mint amennyit megnézel. Ez, ez tényleg így van, hogy nehéz, meg nehéz elkezdeni, meg most nyilván az embernek, a kevés ideje van, akkor szeretné egy olyanba belefogni, ami tényleg megéri, meg jó. Mert én például olyan vagyok, ha elkezdek nézni egy sorozatot, akkor idegesít, hogyha nem, nem nézem végig, akkor is a mm -hmm. szar. <laughs> Mert hogy nem tudom, azt úgy be akarom fejezni, oké, azt megnéztem. Melyik sorozat volt az, amit mondjuk utoljára megnéztél? És uh, nincs és, között hozzá. És nem szerettem, de megnéztem. Vagy Mondjuk, ez... és melyik volt az, amelyiket szerettél, és meg is nézted? Amelyiket így nem szerettem, de végignéztem, Igen? az a jó, A A című Aha. sorozat. Nem tudom, nem szerettem biztos sokan. Az egy Most ilyen romkom? Ez... Nem, ilyen kicsit... Kicsit nem, hanem ha. az, az egy thriller egyébként. Várj, az, az a, ami... a srác, aki a gyilkos, az apuka, és nem, apuka, nem az egy nem, másik? Nem, ez egy, ez egy fiatal srácról szól, egy kicsit pszichó, <laughs> és akkor mindig beleszeret egy, egy nagy, nagy a nagyőben mindig, és akkor addig megy mindig, hogy... Mégsem. <laughs> Megöli. Aha. Meg aztán tovább megy a téma, de valamiért nem, nem, nem kapott meg. el, de ah. közben akkor <laughs> <laughs> is valami szerintem nyilván elkapott, mert azért forgatókönyv az, az az működik, meg az, az tovább nézed, mert úgy van vége, de valamiért nem tetszettek annyira a színészek, meg nem annyira szerettem, mindegy, ezt benéztem. De például egy Amit Money helysz... Hát az, 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 az nagyon az szerettem. Alap, azt nagyon szerettem, igen. Az, az egy teli találat. Mondjuk szerintem azt is kicsit tovább húzták a kelleténél már. Igen, a de, meg, de volt. megnézed, mert olyan, hogy, hogy, hogy úgy csavarják, csűrik. Én vártam, hogy mikor jön már a következő rész, igen. és ilyet nagyon régen éreztem. De maradjunk egy kicsikét itthon. Nem régiben volt a Facebookon egy kiárás, ki, kiárásod? Kiá mondom. Kiírásod. Egy picit kikeltél magadból, ez pedig a magyarországi casting helyzet miatt volt. Igen. nekem van egy, 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 hogy is egy személyes példám, a, Valamelyik kereskedelmi csatornán nemrégiben futott egy sorozat, ami jól le is bőgött, de engem hívtak a castingra az egyik szereplőnek, és így tök megörültem neki, hogy vá, wow, de jó, ki tudom végre magamat próbálni valamiben, úgyis pandémia van, a zeneszakma most már azért nem egy életbiztosítás, és elmentem mindenki, tök kedves volt velem, jaj, de imádunk titeket, rád van szabva a szerep, amúgy egy szőke, szőke, hajú, vékony, húsz év körüli fiút kellett volna játszanom, és hát ugye az, azért egyik semmi stimmel. E és elmentem, lenyomtam a castingot, és utána senki nem hívott föl. Semmi. Még csak annyi se, hogy figyelj, ne haragudj. Hát erről, erről, beszélek, én erről beszéltem. Pedig nem vagyok egy, egyáltalán nem vagyok egy Facebookon, soha nem kommentelek, soha nem írok is semmit. Nem, tehát az teljesen csak egy olyan felület, ami úgy van, úgy néha posztolok valamit, ami... De úgy éreztem, hogy jó, ha már van ez a felület, amin rohadt sokan ö, ö, ismernek. Mármint, hogy ez nem egy rajongói, kvázi rajongói oldal, hanem ez a privát oldalam, de ugye nagyon a sok... Ö, nagyon sok, ez van, a lényeg, igen, igen hogy sok, sokan ott vannak akiknek nem ezt címezném, címezném. És volt egy, ö, nekem is volt egy casting, ami rohadt sokáig húzódott, nagyon sokat visszavitt, nem, nem mondom, hogy nagyon sokat, de mondjuk Háromszor vagy mondjuk négyszer. De az már soknak számít. visszaívtak. Már összenéztek ezzel, azzal, amazzal, producerrel találkozni, mit tudom én. És akkor ennek a vége volt az, hogy egyszer csak megtudtam valaki mástól, hogy, ő kapta hogy kit, kit választottak, és uh, még úgy vártam, hogy hát a fölhívnak, mert mondom ez, és, és sem történt semmi. Úgy egyik reggel arra ébredtem, ami nagyon vicces volt, hogy ilyen félálomban arra ébredtem, hogy fogalmazom ezt a szöveget. De, hogy így mondom, ez nagyon ki akar jönni, tehát ezt ez, ez, inkább nem jelen be. De már tényleg elegem volt ebből. Meg nem vagyok, mondom, nem vagyok egy nagy kiállok, mondom, de azt éreztem, hogy, hogy nekem lehet, hogy lehet ebbe egy kis szavam, pont emiatt, mert egyébként nem szoktam, <laughs> nem szoktam oda mondani, és akkor kiírtam egy, egy ilyen szöveget, hogy, hogy legyen már az, hogy ha ember, az egy ember elmegy egy castingról, vagy valakit meghívtok, és oké, lehet, hogy az első körben nem kell, mert mondjuk rohadt sokan vannak, de amikor azt sem gondolom, mert azért nem Hollywoodban vagyunk, vagy nem, ugye nem ez a nemzetközi, amit mondtam, hogy nem tudom, több ezre vannak egy szereple, vagy, hanem azért, igen. Meg hát hogy azért azért benfentes a, a hát igen szakma, és adásul, tényleg Magyarországon olyan pici a szakma, hogy mindenki mindenkit ismer. Tehát, hogy az, az nem lesz, hogy, hogy mi találkozunk egy kesszínűen, és utána egy színházi büfében nem futunk össze, vagy valami. És akkor azt írtam én, hogy, hogy ez, ez legyen már egy alap dolog, hogyha ha elhív, elhívtok egy színészt, akkor legyen annyi bennetek, hogy visszaírtuk, hogy köszönjük szépen a munkátokat, mert ez meló. Hát te is látod, elmentél, megtanultad a szöveget, ott voltál, ráment az időd, az energiád, az, az is, hogy az embernek, szerintem ez a lelkének is fontos, hogy hogy ott van, kitárulkozik, és azt mondják, hogy utána azt mondják, hogy köszönjük szépen a munkádat, most mást választottunk. Ennyi. Ja, ez egy nagyon könnyű dolog. Egy e-mailt, egy SMS, tehát föl tudnak hívni százszor, rá akarnak beszélni ezerszer, hogy már pedig menjél, mert brát gondolta a producer Persze. vagy bárki, addig tök oké, okay, mézes igen. madzag, és utána emberszámba se vesznek, hogy ez vajon külföldön is így lehet ennyire húspiac ez az egész? Nézd, nekem a, nekem volt olyan most ebben a, ezzel a külföldi ügynökséggel, volt olyan is, hogy hogy nem kaptunk feedbacket, de ugye mondom azt, hogy ez egy másik dimenzió, dimenzió mármint, hogy ilyen sokkal többen, és ugye az első kör az lehet, hogy olyan, hogy az tényleg rengeteg ember, és ugye nem is konkrétan velem vannak kapcsolatban, azt tudják, ki vagyok, hanem, hanem ugye az ügynökséggel. De volt olyan, hogy például egy finn filmet filmre castingoltam, egy karaktert, nem kellett, nem finn karakter, mielőtt bárki azt gondolná, hogy hogy, hogy. Egy boxoló karaktert egyébként. Wow. Igen. És halál jó fej volt, volt a, a castingos, meg a rendező, mert visszaküldtek egy rögtön egy feedbacket, még talán pár nap múlva, hogy nagyon köszönik a a, a, a pet barom, hogy tetszett nekik, szuper, köszönik a munkámat, má, most egy másfajta karakterre gondolta, nem tudom a rendező, de hogy ha bármi van a jövőben, akkor akkor gondolunk rá. És ez, ez annyira jó. Érted, hogy aha. az van, hogy hogy még ha az is lesz, hogy soha az életbe többet nem hívnak, mert ezeket nyilván nem kell készpénznek venni, de közben meg egy ilyen lelkednek, hogy jó, meg egyszerűen le van zárva. Mert addig, amíg nem szólnak, mondjuk nekem ebbe az esetbe volt, ugye, ami miatt megfogalmazódott, mert nem ez az egész, ez a legutóbbi eset. Közben megy az életed. Hogy azt éled, igen, Aha. mert ez egy nagyon hosszú dolog lett volna, hosszú forgatás, és mondom, mi van akkor, hogyha nekem most bejön valami, amire most válaszolnom kell. És ne, ők nem mondják el, hogy hogy nem, akkor én úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy mondjuk lemondok valamit, amiatt, mert lehet, hogy az még... Szóval, hogy ez emiatt is, hogy az ember mondja, tudjon pontot tenni arra, hogy oké, okay, ez nem sikerült, megyünk tovább kész. Szerinted mennyire himsoviniszta ez a szakma? Tehát azért a nőknél van -e ez a stereotípia, hogy a szereposztó dívány férfiakra ezt nem nagyon szokták mondani, hogy te tapasztaltál ilyet a te életedbe, vagy itt Magyarországon, hogy mondjuk a férfiak jobban meg vannak becsülve, vagy neked nem tudom, volt már olyan helyzetet, hogy le kellett dobni magadról a pólót, vagy elvárták volna, hogy ledob magadról a pólót, hogy megkapj egy szerepet, vagy, vagy, vagy ez valahogy ez téged elkerült? Engem valamiért ez elkerült. Nem tudom, hogy amiatt, hogy érzik a, az energiáimon azt, hogy... Hogy ezt a ver. Nem. De amióta a MeToo botrány volt, uh -huh. azóta, azóta nagyon azért megváltoztak a dolgok. Picit néha túlzás, azt gondolom. Néhány esetben, mondjuk akár inkább Amerikában. Nagyon-nagyon-nagyon uh -huh. De azt mondom, inkább legyen túlzás, mint hogy akár egy nőnek is vagy egy, ja, egy ilyen helyzetben rossz legyen. De de rengeteg olyan helyzet van, ami azért nem azt mondom, hogy konkrétan rá lehet mondani, hogy mondjuk ez abuzálás, vagy ez nagyon nagyon ilyen, hogy mondják ez a kiszolgáltatott helyzet. De közben meg de közben meg igen, tehát volt olyan helyzet nekem, amikor amikor a szerep keletvet közön. És Aha. akkor és akkor, akkor le kell ülni egy, egy adott esetben egy 70 éves ö, hapsival, és akkor azt mondja, én megvédem a saját dolgomat, hogy nem szeretnék, de miért nem szeretnék, de hogy kéne, de akkor hogy vegyük fel, és az azért ott kell egy, az embernek legyen egy, egy nagyon erős becsülése, meg Aha. egy, egy fú, úgy önbizalma, hogy úgy, egyrészt bele tudjon állni ebbe, másrészt meg, hogy ne legyen az, hogy tényleg a ott kifordul, hogy most tényleg ezen múlik valami, vagy nem múlik valami, vagy hogy meg egy-egy férfivel kell beszélni. Szóval azért vannak, vannak helyzetek. Nekem olyan, mondom, nekem olyan nem volt, ami, ami amivel én fel tudtam volna mondjuk ebben a movementben szólalni, hogy igen, nekem is volt olyan, hogy nem tudom, bezártak a, a, az igazgatóirodába, és addig nem mehettem ki, de amúgy meg sajnos, sajnos nagyon sok ilyen volt. Ez szerintem most, most megváltozó Megváltozó tendencia. Ilyet nem mondunk. Változó igen, de egy kicsit már túlzásba tendencia. is. változó tendencia. Kicsit, kicsit túlzásba is van, igen. Éve. Jó, hagyjuk is egy picit ezt a témát. Színész családba születtél bele. Ez szerinted a te szakmaiságodat tekintve, nyilván az első időszakokra gondolok, ez inkább előny vagy hátrány volt számodra? Nem volt hátránya, nem éreztem ezt hátránynak. Igazából soha. Tehát a főiskolán lett volna erre lehetőség, mert azért az egy olyan közeg, ami, amiben az, hogy, hogy trokán, azt már úgy tudják. És akkor az uh -huh, Biztos, a trokán, azért, azért vették föl, mert de soha nem volt ilyen, nem találkoztam, nem találkoztam ilyennel a közvetlen környezetemben. Aztán lehet, hogy mit tudom én, beszéltek ilyet a hátam de nem hiszem, egy nagyon összetartó osztályunk volt egyébként, nagyon szerettük egymást, szeretjük a mai napig. Szóval ott nem, nem volt erre, hát Istennek nem volt olyan helyzet, amiben ez, ez, lelkileg mondjuk nehéz lett volna, és az van, hogy bizonyítanom kell, hogy bár pedig én nem azért vagyok itt, mert, hanem... Azt, mondták, hogy a felvételén, ez ki korábban, hogy az, lehet, hogy nehezebb lesz, hogy, hogy te színész gyerek vagy, mert, hogy úgy, mert a felvételén is keményebbek vagy, hogy szigorúbbak. Nehogy Azzal azt mondják, a igen, hogy ezt azért, azért fel. vettük föl. Aha. Tehát ink ott egy inkább egy talán egy pici hátrány, de nem nem gondolom egyébként, hogy ez. hogy az lett volna. Úgyhogy az előnye meg nyilván az, hogy. Tényleg az egész család ezt csinálja, és Szerintem. volt egyszer egy olyan nap, amikor mind a há az, anyu, vagy az apunak, a nővéremnek, meg nekem egy nap volt a premierünk. Ugyanaz nap, csak más min más uh, városban. Tehát az apu volt szombathelyén, én kecskeméten a nővérem meg uh, Veszprémben. És akkor ment egy ilyen körüzenet, hogy hajrá trokánok. <laughs> és akkor ez egy, ez egy olyan jó jó emlék, és ez, ez fontos így a családon belül, hogy meg tudjuk beszélni. Tehát ha átmegyek az apuhoz, akkor beszélünk öt percet arra, hogy hogy vagyunk, és aztán sokat tudunk így szakmázni, hogy az milyen volt, az miért mondta, az Tehát ez azért valami jó, hogy... Egy hogy... vasárnapi ebédet gyerekkorodban? Hát az erről elképzelen. szólt. Ah. <laughs> az ez, tényleg olyan emlékeim vannak, hogy mindig valakiről volt szó, hogy az izé, ez a rendező, az semmi, semmi, olyan téma, hogy a miért drága kenyér. <laughs> De ez tök jó, mert tulajdonképpen akaratod ellenére azért beléd ívódott a szakma még idejében. Nem gondolom, mivel hát ö, mindkét szülőd ö, színész, ezért ö, rengeteg időt kellett, hogy töltsél színházakba, hisz gondolom, hogyha állandóan próbáltak, meg darabok voltak akkor, vagy azt a mamával, a papával töltött? Volt két Ez... csodálatos nagymama, akik hadra akik hadrafoghatóak voltak, mert akkor már nyugdíjasok voltak mind a ketten. és ők, velük azért sokat voltunk esténként, szóval nem az a gyerek voltam, akit, a, akit a, az öltözőbe altattak el, és akkor este akkor haza. Igen. De azért sokat, nyilván sokat voltunk a színházban, meg nyári játékokon emlékszem, hogy, hogy ezekre, ezek nagyon élesen bennem vannak, meg azt, hogy mondjuk a anyu készülődik az öltözőben, és akkor közben így próbálgatjuk a különböző ilyen hm. strasszos fejdísz, meg tollas, mit tudom én, szóval, hogy azért ezek, ezek abszolút benne vannak. Nem tudom, hogy ezáltal ivódott te belém, biztos. Tehát, hogy azért a színház szag, az a környezet azért ismerős volt gyerekkoromtól, de én rohadt későn döntöttem el, hogy színész akarok lenni. Igen, a Wikipédia szerint, <gül> <gül> kérlek szépen, a Wikipédia szerint te gimnázium második osztályába döntötted el, kérlek, hogy... Kérlek, nem is amit mondjak. Na, de hát azért <laughs> mondd el, nyilván mondjuk más is meg tudja nézni a hivatkozást, de azért jobba a teszádból hallani. Igen, gimnázium másodikban volt ez a döntés ugyanis a Földesi Margitnak a dráma stúdiójában stúdiójába elmentem a nővérem után, és, és, akkor, amikor ő elment, mondta, hogy gyere, mert ez, ez, szuper, ez nagyon jó. És akkor, amikor elmentem, már a foglalkozások is nagyon tetszettek, mert ez általában a hétvégén volt, és csomó nem volt ez egy, de ez egy nem egy színészképző, kell képzelni, hanem hanem ilyen kreativitásfejlesztő, meg ilyen olyan játékok, improvizációk. No. aha, nagy, és nagyon élveztem, hiszen otthon éreztem magam. És akkor álltam először sz, sz, színpadon úgy, hogy, hogy már szerepben, mert ö, ott voltak darabok, amiket uh -huh. játszottak már akkor, amikor én oda kerültem, és akkor az egyik darabba be kellett ugrani. Ez a popfesztivál című darab volt. Huana nevű szerep kellett beugrani, pici szerep. És iszonyatosan élveztem, és azt éreztem, hogy oh, mert én Soha nem álltam egyébként színpadon gyerekként, tehát nem uh -huh. az volt, hogy gyerek színész már pici koromtól, hanem nem álltam színpadon úgy, addig soha, és ott éreztem meg azt, hogy. Uh, ha már gondolom, gondolom azért láttál egy csomó darabot, amiben anya meg apa játszott, csak ugye ott ülsz a nézőtéren, az teljesen más, mint hogyha a te arcodba világít a reflektor, Igen. és nem látod, hogy ki van ott. De Igen, meg elő az a közösségi az... élmény, tudod, ott az, azokkal a srácokkal, akikkel valami jó volt együtt lenni ezekben a csoportokban is, is, elkezdtük az előadás, és tényleg mit tudom, 55 kormáz volt, hogy ah, úristen, fogtuk egymás kezdet, hogy ó, oh, csináljuk ez az, gyerünk, menjünk, hív az ügyelőmet, szóval az egészben volt egy olyan zsongás, pesgés, amit addig úgy nem tapasztaltam sehol, és akkor, akkor döntöttem el, hogy ez így lesz. Engem, mint laikus, még az is nagyon érdekel, hogy színészként volt már olyan pont, ahol azt érezted volna, hogy kicsit meghasonulsz. Ez alatt azt értem, hogy ugye rengeteg szerep, rengeteg ember típusnak a bőrébe kell belebújni, és azért arra nagyon-nagyon készülni kell, és én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen felvett ruhad darab után azért abból marad egy-egy foszlány belőled, nem? Vagy, vagy ez csak egy ilyen olyan, mint hogy felemelem ezt a bögrét, ez a színdarab, vége van, lejövök, lerakom, és csá. Nagyon függ attól, hogy milyen az előadás, vagy hogy mibe vagy benne, vagy mi a szerep. Mert van ilyen előadás, amikor az van, hogy fölveszed, megcsend, lerakod, tök jó. De volt azért olyan szerep, ami, ami azért többet kívánt a lelkemből, és az az bizony nehéz letenni. De én az a típusú ember vagyok, aki nem viszem haza, meg nem viszem Aha. ezt tovább. Hanem, hanem le tudom tenni, főleg akkor és ez nagyon érdekes ennek a, nem tudom, pszichológiája, hogy akkor tudja az ember igazán elengedni, amikor barom jól sikerült, és nagyon mélyre ment. Mert akkor valami pff, ki, kipukkad, valami kiömlik a, a színpadon, és akkor az van, hogy utána egy ilyen, egy ilyen nagyon jó fáradtság van az emberen, és egy ilyen, ah, mint az ilyen ember. Igen, aha. hogy egy. Az, kinyomok, fekvelem, ah, meg, és valami nehéz, és meghalsz bele, de utána, uh, vagy lefutok egy maratont, vagy, és akkor, amikor úgy igazán megtörténik, amikor meg valami nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, akkor, akkor nehezebb, mert az, hogy mm. de én én az a típusú színész vagyok, én az, és szeretem ezt is nézni, vagy ha ezt látom színpadon, hogy, hogy nem, hagyjam, nem hagyom ki magamat a, a szerepből. Tehát nem az van, hogy van egy szerep, és akkor fölveszem a ruhadarabot, és akkor megcsám, és utána leveszem, is. újra trokén, trokán, -nóri vagyok, hanem... hanem azt, a az... Trokán Nórit mindegyik szerepben. Igen, én azt gondolom, hogy, hogy mindenféle szerep valahol bennünk van. Csak éppen nem, nem jön elő, vagy nem az erős, vagy nem, nem arra erősítesz rá, de, de, de valahonnan, valahonnan meg lehet azt fogalmazni. És náda az a skatuja elve, ez mennyiben van a gyakorlatban? Tehát ugye színészek között vannak, mondjuk karakterszínészek, aki mondjuk Szabó Simon, aki. Igen. Igen, mindig azt a kicsit, kicsit tukkó, amúgy kedves, szerethető, ö, nagypofájú mamlast alakítja, ö, legalábbis amiket én eddig Igen, láttam ő, filmeket, ő hogy Benne van ebben, de én nem gondolom, hogy például nem gondolom, hogy ez neki ellenére van, tehát hogy ő annyira olyan alkat, ami egyszerűen arra predesztinálja, hogy ez az, az legyen, ami, uh -huh. a, ami, ami tehát ez meg, meg, baromi jól áll neki, amikor ezeket csinálja. Most nyilván ő nem egy... <laughs> nem igen, nem, nem most rólad beszélünk, sútyom. szóval ő csak példának csak hoztam pa, Igen, föl. csak hogy azért mondom, hogy ő neki, neki ez, ez. Én egy picit, picit azt gondolom, hogy hm, én, én nem kerültem ebbe bele, pedig én is, ha most magamat kívülről nézem, akkor azt gondolnám, hogy oké, itt van egy dekoratív szép lány, akkor neki ezeket a szerepeket lehetne adni. De közben én a színházban játszottam 60 éves morfium függő anyát, játszottam mit, tud, ki, minden, a főskáját, játszottam kisfiút, játszottam bajszos öregasszonyt, uh -huh. meg rengeteg, rengeteg olyan szerepet, ami, ami például az egyik kedvencem, és az tényleg nagyon, az volt az utolsó bemutatom Kecskeméten, ez a Sente című, szed, vagy nevű szerep, a Szecsuáni jó lélekből ez a breknek a darabja, ami egy, a szerintem a drámai legcsodálatosabb női szerepe, aki aki eljátsza a saját nagybátyját is, tehát, hogy állandóan váltakozik, hogy ő, és aztán, aztán bejá, beöltözik, mintha saját nagy, nagybátyja lenne. És az egy nagyon érdekes dolog volt, például, hogy nőt is, és, és egyszer, egyszerre férfi karaktert is csinálni. Szóval én nagyon szerencsés vagyok abban a szempontból, hogy valami sok minden bíztak rám a, a színházban. És filmen is egyébként öm, a, a Kút című filmet, azt, ö, hú, nem is tudom meg, mikor forgattuk, hát nem vagyok jó számokban, mármint, hogy olyan számokban sem vagyok jó, de én számokban sem vagyok jó. Nem mondom, hogy láttam, <laughs> úgy, hogy... Melkópa. Amúgy ezt szerintem neked bejönne. Lehet, hogy... Lehet, de haza nem de most de... már egyben azt mondtam, hogy letöltöm, tudod? De... azt hiszem, hogy az HBO Maxon fel van. HBO Maxon van? Majd mindjárt megnézem majd. De abban, abban például nem biztos, hogy felismersz az első pillanatban, mert egy roma prostituáltat játszom, milyen szépen mondtam. De hát hajnalka, a nevem benne, és... Szerintem dehogy nem láttam. Na. De igen. nem tudom elmondani. De most De nem így, tudom. hogy azt mondod, hogy roma így be beugrik. Igen, és hogy... na, az például egy nagyon szélsőséges karakter. Lehet, hogy elsőre ránézni, akkor nem mondanád meg. Sőt, egyébként a rendezővel volt erről beszélgetésünk is, hogy valamit kéne csinálni az arcodra, mert hogy túl, túl olyan... És, hát meg mi hogy olyan tiszta, vagy nem tudom, mi hogy fogalmazott, hogy, hogy valami kéne valami, mert ez egy nagyon kemény csaj, és oda mondja, és ami a szívén a száján, és semmi gátlás, és de megtaláltuk, mert szerintem... szerintem De még fog lett belőle? Vagy... Nem, e... én tudtam egyébként, hogy, hogy ez két vonás, tehát ezért nem vagyok olyan messze. <laughs> <laughs> és, és ott is azt éreztem, hogy nem egy, nem egy nem Márján, karak... hogy a Roma prostituáltól nem vagy messze. <gül> <gül> most, hát most esetleg... pro, Nem tudom, mert szóval <laughs> a karakterben meg, meg, megtört, meg tud történni, meg Tehát én, én tudtam ezt, hogy ez nem, ez nem lesz egy nehéz ügy. És tényleg az, hogy vontam két ecsetvonást, meg felraktam egy műfrufrut, meg benaktam magamnak egy karikafűbe valót, és az, és az volt, bává. hogy itt <laughs> van hajnak, Ú, de jó, nyilván ez az is kellett, hogy a szerep rohadt meg volt írva, meg, meg nekem egy egy élmény volt abban lubiszkolni tényleg, mert egyszerűen mondatról mondatról olyan volt, hogy nagyon-nagyon szerettem és élveztem. De és az is egy olyan szerep volt, hogy azt gondolnád, hogy na, ezt most biztos megnéztem egy, egy karaktert, megnéztem egy konkrét lányt, és őt leutanaztam. Uh -huh. Ez ugyanúgy, ez a sutyó. <laughs> ez ez, vala, ez ugyanúgy bennem van, <laughs> Aha. csak rá kellett erősíteni. Egy kicsit sokat, tehát mondom, hogy nem, nem keveset, de rá kellett erősíteni, és nyilván egy, ehhez kell egy nagyon jó szem, aki, aki, ezt kontrollálja, hogy mondjuk mi a rengeteg, menjél vissza, vagy, vagy mi a, mi, miből jöhet még. A uh, sok-sok szerep mellett, a sok munka mellett azért kell valami a másik oldalon, ami megnyugtat, ami kicsit kikapcsol. És ugye szintén Wikipédiának köszönhetően tudom. Téged diszponzorál a Wikipédia? Még nem, de ha gondolják, akkor nyilván nem. Meg nem is tudom, szerintem érkezően nem csinálna. na, a lényeg. Azt olvastam, tudtam, hogy vonzóca a lovakhoz, de nyilván nem csicsolin a módjára. Jézusom! Nem... <hí> Jézusom! <hí> Bocs, ezt nem Cs tudtam. <hí> olag, olasz, olasz. Szóval, hogy három évesen kezdtél el uh, lovagolni, és te még a nemzeti vágtán is voltál, ahol viszonylag tök jó eredményt értél Igen. el. Második lettem. Második? A viccfutamba, ami egyébként nem, nem az, mert a celeb futam, gyűlölöm ezt a szót, nem baj. Szóval így hívták, na, hogy ilyen hírességek is ö, versenyeztek, és ugye az nem a az nem a fő, fő, versenyszám volt, de az ugyanúgy, ugyanazt csináltuk, csak nem olyan lovakkal, amik mondjuk kétszer olyan gyorsak voltak, de, de, az egy nagyon, nagyon kiélezett necces, és azt mondom, hogy nem veszélytelen helyzet. Hát nyilván ott ugrálgatsz, bármikor leeshetsz, összetöröd magad. Hát meg olyan tempó, vagy szóval, ott a, ugye a hősök tere az egy állandóan kanyar, kanyaruló, Aha. kanyargó pálya, amit ott, 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 körben rakták a, a hősök terét a, homokkal, és hogy ez egy folyamatos kanyar. Tehát egy állandó, abba a tempóban az egy állandó erő, hogy, hogy, az ember rajta tartsa magát a Főn tudjam maradni, tényleg, ha bármi olyan történik, hogy megijed a ró bármitől, vagy elbukik, vagy elesik, vagy neki, neki megy. Szóval, hogy azért voltak itt az utóbbi években egyébként a saját anyámmal egy ilyen sztori, úgyhogy én azóta mondtam neki, hogy soha többen nem mehetsz a Nemzeti ah. És akkor engem is hívtak idén, és mondtam, hogy No way. Nem, 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 mert én örülök, hogy kicsit túléltem. és kintről egyébként sokkal durvábban néz ki, mint bentről, de én nagy élmény volt, csak az a, ez, kics, ez egy törés nekünk azért, mert az anyám ott ö, nyílt törés, meg minden volt, szóval oh, hogy az egy kemény, kemény volt. Úgyhogy, úgyhogy azóta az, az nincs, de, de élveztem amúgy, ráadásul egy olimpikontól kaptam ki, amit nem gáz, szerintem. Oké, okay, sure. hogy nem, lovag, nem lovaglásba olimpikon, nem, az Ungvári Mikitól kaptam ki. Aki, aki, aki egyébként lovas családban született. Úgyhogy az is volt az értem, ez a nemzeti vágta. De a lovagáshoz... Saját lovaddal voltál egyébként? Ezt úgy kell képzelni, vagy kapsz egy lovat? Mert hogy én semmit nem értek a lovagláshoz, de azt feltételezem, hogy nagyon fontos az összhang a ló és közötted. Ez így van. Ez nem a saját lovam volt, viszont gyakoroltam vele előtte többször uh -huh. kint, tehát nem ott, nem ott adták alám. De de a, van, egy, ugye van egy saját ló, amit táncosnak hívják, és vele hát 8-9 éve dolgozom egy olyan módszerrel, amit úgy hívják, hogy suttogó módszer, amit biztos uh -huh. így hall, í, így ismeri mindenki, de ez igazából egy erőszakmentes lókiképzésnek uh -huh. hívják, ami a ló kommunikációja alapul, hogy az, mit az ember tanulja meg lónak a, testbeszéd. a testbeszédét Aha. és a kommunikációját, igen, és aromi hatásos. Akkor ez valami hasonló lehet, mint a kutyáknál, hogy azt mondják, hogy rossz kutya nincsen, csak rossz gazda. Ez gondolom a, a, lovaknál is így van. Ez, ez, abszolút így van, és hatványozottan. Hát a lovak ugye menekülő állatok, tehát semmilyen, semmilyen úgymond vadász ösztön, vagy, vagy olyan ösztön nincsen bennük, ami, ami a, úgymond az emberre támadólag lehet, vagy léphet föl, hanem minden, minden baleset, minden abból, abból fakad, hogy menekül. ah, megijed. A megijed, menekül, és, és, az életét félti és menti. Jó, akkor ezt is megbeszéltük. Még azt egy kérdésem maradt a, a film és színház témakörrel kapcsolatban, hogy most már azért elég rutinos játékos vagy, már azért rengeteg... Ennyi évvel a hátam mögött. Igen, sok-sok évvel a hátad mögött, több év van a hátad mögött, mint ahány éves vagy, ezt nem tudom, hogy csinálod. De megfordult már az a fejedbe, hogy mondjuk a kamera másik oldalára álljál? Hogy mondjuk rendezzél, vagy operatőrkönyv vagy? Vagy vagy ezt most csak hát, így... Hát ezt most csak így gondoltam, hogy így legyen ez a záró kérdés. Meg. Igen. Sőt, már nagyon korán megfordult a fejemben, szerintem megint csak nem tudok évszámot, de amikor olyan két éve voltam Kecskeméten, akkor én beadtam jelentkezésemet a, az sf a színvészetire filmrendező szakra, hmm. és akkor öt rostán át, átmentem, és az utolsó, tehát a legeslegutolsón estem ki. Szabad tudni, ahol... hogy miért? Miért estem ki? Aha. Nem azt tudom, nem az, azt nem mondták meg. Mm, Nézd, én akkor Színésznő voltam Kecskeméten, és egy csomó mm, kérdés merült fel így bennük, vagy hogy sokat kérdeztek, mondja volt egy ilyen beszélgetés a végén, hogy ezt hogy gondolom, vagy hogy képzelem el, hogy hogy Kecskeméten is folytatom a színházat, és szeretnék itt is lenni, mert hogy ez valószínűleg Ittöbb nem fog működni. Van. És akkor én nyilván még annyira is tojáshéjas <laughs> seggemen voltam, hogy mondtam, hogy... Hát, meg tudom oldani, hogy mind a kettő működjön. Persze ez egy teljesen naív elképzelés volt. Nem gondolom, hogy emiatt lehet, hogy nem volt elég jó a film, amit csináltam. Az is lehet, hogy, hogy azt gondolták, hogy éretlen vagyok, vagy nem. De, de közben meg az egész azért volt nekem nagyon jó, mert egy visszaigazolás volt arra, hogy ehhez lehet, hogy van valami közöm. És lehet, hogy van valami talán valami érzékem, így a képalkotás vagy... És ugye a fotózással ez... ez Nagy, nem is említettük a fotózást. Igen, az nagyjából bebizonyosodott, hogy azért az úgy van. De, de ez, ez tervben van abszolút, igen. De ez is olyan kicsit, mint az, az éneklés, hogy, hogy itt van, itt. Picit és előrébb. Egyszer. Ez előrébb van egy picit, mint, a, mint az éneklés, és, mert ezzel már vannak konkrét tervek, ilyen kis film, stb. De hogy úgy fogalmazódik, úgy érik egy ilyen kis fiókban. De azt el lehet mondani, hogy te azon kevés szerencsés emberek csoportjába tartozol, akinek még van rengeteg lehetősége, és nagyon remélem, hogy majd viszont látunk úgy mondjuk egy filmvel, hogy te csináltad, és nem róla csinálják. Nagyon, nagyon örülnék, ha ez megtörténne. Mit szólnál, ha most reppelnél egyet? Fú, <laughs> nagyon, nagyon, jó. <gül> <gül> Mindenképp le akarsz égetni. De hogy akarnak ne, leégetni. Nem, tudom. Nem, nem Ő nem. lehet nézni a szöveget, ugye? Nem, sajnos nem. Persze, hogy lehet nézni a szöveget, persze. Mindegy. Are you ready? Yeah. MC Troke hey, no raise in the motherfucking building. Yeah. Na nézzük, nem mondjuk el, hogy mit fogsz repelni. Én nagyon meglepődtem. A, a, kicsi szívem egyik bugyrába még mindig van hely tartva az említett előadó számára. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog neked összejönni. Oh, yeah. Nem könnyű, amit választottam. Nem könnyű, bár igen. Yes. Lassabb lesz, mint az eredeti. Jó. 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 Várom a csatlakozást, zenét részek a buszon jó szólhatnak később. Zombi a wifi elsző, sok a szeméttől részek. 28 hónap a később, forog a kotta. Látom Eli ezt, mégis a tudatod rálapította. Kell, hogy kitedd a reggelit, ez 10-ből 9 tudós, ha megállapította. Dob para, tiszta, hogy nyeritek jó a csarkodva tagad a nézés Hogy abból éj, hogy a fényt visszaveritek Indul az OK és a a képzés Kész vagyok, nyitva minden szele Traktál, hogy a sóján a saját cipő fűzőjében esse Minden szele a folyó sóján Csak szívatom Yes, ő pedig nem volt más, mint MB. Életemben először hallottam úgy az MB-t, pedig már rengeteg koncertjén voltam, hogy lelassítva értem, hogy miről van szó. Igen, mert amúgy <laughs> kb. kétszer ilyen gyors, és akkor ugye nem lehet fel. Igen, gépposka szájú m. a fiatalember, és kell a szöveg, Igen. hogy elolvassad, és azt veszed észre, hogy wow, ebbe értelem is van. Igen, és nagyon nekem, nekem ez a szám, ez semmilyen másik számot nem ismerek tőlük, ez valamiért elém akadt, és nagyon tetszett, és drogcsokat hallgattam, és egyszer csak volt bennem egy olyan, hogy ez egy ilyen misszió nekem, hogy meg fogom tanulni ezt a gyors szöveget, és el fogom tudni mondani így. Wow. És volt már, hogy el tudtam abba a tempóba mondani. Vá, wow. nagyon jó vagy. Köszi szépen! Hello. Köszi, hogy eljöttél! Ti pedig tartsatok velünk a következő alkalommal is, illetve iratkozzatok fel a port.hu YouTube csatornájára, nyugodtan osszátok meg a kommentjeiteket, mi kíváncsian sas szemmel és bagoly füllel várjuk, hogy mit próbáltok számunkra átadni. Köszönjük szépen, jövünk majd a következő alkalommal is, ami pedig, ha minden igaz, jövő héten lesz. Sziasztok! Sziasztok!